Tavaly 5 ízben összesen 161,5 ezer eurós támogatást kapott 21 pályázó Szabadkán. Az itteni önkormányzat által biztosított eszközöket a bankoktól kapott kölcsönökkel párosíthatták lakásvásárlásra, vagy lakásfelújításra kisgyermekes családok. Fontos kiemelni, hogy az önkormányzati eszközök kamatmentesek, és legfeljebb a banktól kapott kölcsön egyharmadát tehetik ki. Egyharmad rész az azt jelenti, amennyiben lakást szeretne vásárolni, akkor 15 ezer euróig szoktuk támogatni, amennyiben már van ingatlana, és újat szeretne venni, vagyis másikat, mert az előző nem felel meg a lakhatóságának, akkor abban mi 9 ezer euróig szoktuk támogatni, valamint amennyiben adaptációról van szó, akkor 4,5 ezer eurós összegben támogassuk. A Szabadkai Önkormányzat népszaporulat ösztönző lakáshitel alapja 10 éve működik, eddig 4 ízben hirdettek pályázatot, ezeken 205 család 1,8 millió eurós otthonteremtési támogatást kapott összesen. Idén erre a célra 17 millió dinár áll rendelkezésre. Az önkormányzattól kapott eszközöket a kölcsönfelvevőknek már 10, de legfeljebb 25 év után vissza kell fizetni. Az egygyermekes családoknak a teljes összeget, míg a többgyermekes családok kedvezményesen. Így megtörténhet, hogy egy 4 gyermekes családnak akár semmit sem kell visszafizetni az önkormányzati támogatásból.